Ennek az emlékévnek lett egy dala, egy himnusza, és a dalok arra valók, hogy együtt énekeljük őket, hiszen a dal már csak régi szakrális szerepénél fogva erre hivatott, hogy összekapcsolja a szíveket. Ezt a dalt nem csekélyebb személyiség írta, szerezte, mint Desmond Child. Ez a 21. század, úgyhogy nem fogom az ő életrajzát elmondani. Aki beüti a nevét az internetbe, az mindent tud róla. És arról is, hogy magyar gyökerei vannak, hiszen édesapja magyar, azt is, hogy februártól magyar állampolgár. Desmond Childról igazgató már mondott néhány mondatot, valóban így van, az ő élete példázza az, hogy fel lehet újra fedezni a gyökereket. Ami lehet, hogy fiatalkorban még nem számít annyira, és aztán egyszer csak mégiscsak ez a szó, hogy magyar, gondoljuk Liszt Ferenc életére például, egyszer csak megterít tartalommal valaki számára, és elkezdi keresni a gyökereit, és aztán oda talál nem csak Magyarországhoz, nem csak a magyar nemzethez, hanem oda talál 1956-hoz is. Ez a közöm van hozzá, közöm van ehhez az országhoz, közöm van ehhez a történelemhez, közöm van ezekhez az emberekhez, közöm van ehhez a kultúrához. Desmond Childnak ez a tanulságos megérkezése hozzánk, ezt is példázza, úgyhogy úgy gondolom mindannyian megköszönhetjük ezt neki. Számos dologban nem értünk egyet ebben az országban, ez normális. Képzeljék el, milyen ország lenne, ahol mindenki mindenbe egyetértene, az egy északi ország keleten. Tehát ilyet nem várunk, és nem is akarunk, de az, hogy néhány fontos dologban egyetértsünk, az viszont nagyon fontos. És látták a stáblistát, látták a művészeknek a névsorát, nagyon fontos, hogy ezek az emberek beleálltak, vállalták, kiálltak ebben az ügyben. Hát mibe értsünk egyet, hogyha nem 1956-nak az örökségébe? Ez sem magától értetődő, de én bízom benne, hogy ez egy olyan fontos dolog, amiben érdemes egyetérteni a legkülönbözőbb helyeken. Úgy gondolom, hogy a zenével kifejezni mindent lehet. Legfőképpen a szabadságot, és legfőképpen az érzelmeinket. Ugye szerintem a legszebb és a legjobb utat találtuk meg arra, hogy méltán emlékezzünk 1956 hőseire és mártírjaira. Legfontosabb szó, ami ma azt hiszem, hogy nagyon sokszor elhangzott, a szabadság volt, a zene, maga a szabadság, a zene igazából minden, nem csak nekem, szerintem nagyon sokan elmondhatjuk ezt magunkról, hogy ha aktívan, ha passzívan a zene átjárja az életünket. Valóban ez volt a legjobb formája szerintem, hogy a legméltóbb módon tudjunk úgy hozzáérni a témához, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, és mindenki érezze azt, amit érezni kell.